Van egy nagyon fontos kérdés, amit én azt gondolom, hogy ha az ember jó munkát akar végezni, akkor minden munkakörben fel kell tenni, amúgy akár megbízó, akár megbízott az ember, mégpedig, hogy mi annak a munkakörnek a haszna? Mi az én hasznom bármilyen munkakörben, hogyha engem megbíznak valamivel, most itt mindegy, hogy munkakör, mint alkalmazott, vagy munkakör, mint mondjuk egy vállalkozó. És ez igaz a virtuális asszisztensre is. De annyi mindent hallani erről, annyi mindent belevesznek a VA területbe, vagy a virtuális asszisztens területbe, és annyi minden bele is tartozik, tehát ahány virtuális asszisztens annyiféle munkát végezhet, hogy itt különösen fontosnak tartom meghatározni azt, hogy mi az, ami az ő legfőbb haszna. Tehát mi az, amire azt lehet mondani, hogyha ezt megcsinálja egy virtuális asszisztens, úgy általában, mindegy, hogy mivel foglalkozik, akkor hasznos volt, akkor volt értelme annak, amit csinált, akkor úgymond örülni fognak a munkájának, és ezzel szemben, hogyha ezt nem csinálja meg, akkor számíthat arra, hogy hát előbb-utóbb valamilyen problémája lesz. És ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Ugyanis, ha megnézed, ennek függetlennek kell lennie attól, hogy éppen mit csinál ez a virtuális asszisztens, amivel ugye azért nagyon sok minden beletartozik, viszont nagyon-nagyon egyszerűen megfogalmazható, ez pedig annyi, hogy a virtuális asszisztens legfőbb haszna, hogy tehermentesíti a megbízóját. És hogyha mostantól virtuális asszisztensként így állsz a dologhoz, hogyha azt nézed, hogy igen, téged megbíznak valamilyen munkával, és ennek az az igazi haszna, attól lesz ez igazából hasznos a te megbízódnak, hogy őt te tehermentesíted, akkor zseniális lesz, és ezt eléred, bocsánat, akkor zseniális leszel virtuális asszisztensként, és ez független lesz attól, hogy éppen a konkrét feladat micsoda.